Csárdi Antal a vendégünk, az LMP frakció vezető helyettese, a kérdés pedig egyszerű. Gyöngyössel is kérdezhetnénk, mert majd Klausmann Viktort is várjuk a stúdióba, de mi zajlik, mi történik Ferencvárosban? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye, ahogy a beköszönőben is elhangzott, mindannyian pontosan tisztában vagyunk, és a mindannyian alatt értem az ellenzéki pártok összességét. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egyrészt a jelölteknek, másrészt a pártoknak ahhoz, hogy lebonyolításra tudjon kerülni az előválasztás maga. És hát ugye a beköszönőben elhangzott, hogy hát ennek ellenére sajnos itt csalásról kell beszélnünk, de menjünk sorba. Elsősorban hadd beszéljek a feltételekről. Ugye akkor lehet megrendezni egy előválasztást, ez bocsánat, ez nagyon fontos, hogyha van mögötte egy politikai megállapodás. Politikai megállapodás nélkül értelmét veszti az előválasztás, és amíg ez nincs meg, addig nem lehet elkezdeni ezt a folyamatot, ugye az ajánlásgyűjtéssel, tehát az előválasztási ajánlásgyűjtéssel együtt, és ha már itt tartunk, akkor el kell mondanom, hogy úgy néz ki, hogy a napokban ez vagy ma, vagy holnap írásban is, és aláírásra kerülhet egyébként ez a megállapodás. Egy picit azért segítsünk a nézőinek, akik nem éjjel-nappal a híreket meg az ATV-t nézik. Tehát ugye egészen konkrétan arról van szó, hogy Baranyi Krisztina, aki az önök által támogatott jelölt, azt mondja, hogy a többek között a Momentum az MSZP által támogatott jelölt, Jancsó Andrea csalt, mert hogy megkapta a Momentum helyi szervezete már hétfőn az aláírásgyűjtő íveket, és ők elkezdték gyűjteni az aláírásokat. Baranyi Krisztináék meg nem tudták elkezdeni, illetve nem is lehetett volna még elkezdeni. Magát a helyzetet mondjuk azt, hogy értjük, tegnap többen lenyilatkozták, hogy egy technikai félreértésről volt szó. Oké. Na de most gondolkodjunk a választóknak a fejével. Mondják az ellenzéki pártok, hogy egyetlen jelöltre van szükség. Majd Ferencvárosban megtörténik az, hogy van két ellenzéki jelölt, akik nem ellenségei egymásnak, hanem közös célért dolgoznak, és napok óta azt halljuk, hogy azt se lehet tudni, hogy az előválasztást meg tudják-e szervezni, csalással vádolják egymást. Ön szerint hogyan csapódik le ez egy mondjuk ellenzéki érzelmű szavazónál? Én azt gondolom, hogy képzeljük el azt a nem kívánt forgatókönyvet, csak az értelmezés kedvéért, hogyha a Fidesz-KDNP az országgyűlési választáson, szándékosan az országgyűlési mondtam, mert nem az következik, az országgyűlési választáson egy héttel hamarabb kezdene el ajánlásokat gyűjteni. Vagy egy héttel hamarabb elkezdhetné a kampányt szembe az ellenzéki pártokkal. Azt gondolom, hogy jogos volna a felháborodás, és azt gondolom, hogy ennek kvázi Európa híre lenne, és azt gondolom, hogy ugyanez az analógia érvényes Ferencvárosra is. Azt a narratívát, bocsánat, nem tudja elfogadni, hogy Jancsó Andrea azt mondja, hogy Magyar Györgyék azt mondták, hogy augusztus 5-től lehet elkezdeni, ők így értelmezték, ezért meg is kezdték, illetve, hogy a főpolgármester jelölt, tehát Karácsony Gergely azt mondta, hogy itt egy sajnálatos félreértésről van szó, de minden tiszta lesz, és megy tovább minden, ahogy volt korábban a menetrend szerint. Tehát a jó hiszeműséget a túloldalról nem tudja feltételezni, mert akkor visszacsatlakoznék Judit kérdéséhez. Mit érez ilyenkor egy ellenzéki szavazó? Már nem is a Fidesz-KDNP-vel vitatkoznak, hanem saját magukkal egy utcán belül. Azt gondolom, hogy a legbeszédesebb, hogy mikor ez kiderült, akkor gyakorlatilag órákon belül, tehát egy-két órán belül Magyar György és a teljes civil közösség, aki részt vesz az előválasztás lebonyolításában, határolódott el az eseménytől, és szólította föl egyébként ebben résztvevő pártokat, hogy ezt hagyják abba. De én azt gondolom, hogy nem erről kell beszélnünk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon sajnálatos dolog, azt gondolom, hogy egyébként felháborító is, és mégis azt gondolom, hogy nagyvonulóan lépjünk túl ezen, mert tényleg a küszöbön van a politikai megállapodás, és most már biztosan kimerem jelenteni, hogy jön az előválasztás ehhez szükséges kampánnyal és ehhez szükséges feladatokkal együtt. A nagyvonalú túllépésen én csak azért nem tudok túllépni, mert én azt érzem, hogy egy olyan típusú problémáról van szó, ami az ellenzéki szavazók számára emblematikus jelentőségű. Mert ugye most mi történt? Nagy nyilvánosság előtti elhatárolódás,
felszólítás ahelyett, hogy a két ellenzéki párt, mondjuk Baranyi Krisztina felvette volna a telefont, és felhívja Jancsó Andrát, vagy a Momentumot, Momentum helyi szervezetét, és azt mondja, hogy gyerekek, szerintem még nem lehet elkezdeni az aláírás gyűjtést, beszéljük ezt meg, mert ez így nincs rendben. Ehhez képest mi történik? Az ellenzéki pártok marakodnak nagy nyilvánosság előtt, és ha az ellenzéki pártok népszerűségi adatait nézzük, abban egészen biztos vagyok, anélkül, hogy politológusok lennénk, hogy nagyon nagy szerepe van az ilyen típusú ügyeknek, és ezért mondhatja azt, hogy nagy vonalúan lépjünk túl, ennél fontosabb célok vannak, de lehet, hogy valahol itt keresendő az ellenzéki pártok alapproblémája. Hát az alapprobléma az, hogy itt az ellenzéki pártok közül volt olyan, amelyik azt gondolta, hogy föl lehet rúgni apró előnyök érdekében egy gyakorlatilag szóbeli megállapodást. És én azt gondolom, hogy ezért nem Baranyi Krisztinát kell felelőssé tenni, hanem azt, aki fölrúgta ezt a megállapodást. Azt, miért aki nem az beszélték alapvető, meg ők egymással? Akik az alapvető működési feltételeket nem tartják be. Csak azt gondolom, hogy ez tényleg nem visz előre, de azt miért gondolom, nem beszélte hogy nem meg a két ellenzék jelölt egymással? Folyamatos a kommunikáció a két csapat között, és én azt gondolom, hogy mint ahogy azt sem kell nekem megbeszélnem a házbizottsági ülése, hogy parlamenti példát mondjak, hogy nem káromkodunk egy felszólás alatt, azt gondolom, hogy vannak olyan minimum követelmények, amit az ember tudja, hogy be kell tartania. Mindannyian politizálunk hosszú évek óta, pontosan tudjuk, hogy milyen társadalmi, írott és íratlan szabályai vannak egy választásnak. Én azért lépek túl ezen, mert látom, hogy ebből nem enged. Ez valóban egy összefeszülés a dolognak, de látszik, hogy egyszerűen a két tábor ebben a pillanatban még összefeszül, ha akarsz még egy picit összefeszülni. Nem akarok tovább összefeszülni, csak tudod, mi jutott eszembe, vagy tudja, mi jutott eszembe, hogy ha most ez a heti napló lenne, akkor olyan kíváncsi lennék, hogy menne a szavazás a beszélgetésünk alatt, hogy egyébként például az ön ilyen irányú választát mennyien fogadják el, vagy az ellenzéki szavazók közül mennyien benne szimpatikus. A startkukac.atv.hu-n még megtehetik a véleményüket. Ugyanakkor, ugye az önkormányzati választás ellentétben az országgyűlési képviselő választással egy speciális helyzet, mert a pártok önmagában pártnépszerűséget nehezen tudnak megmutatni, hiszen itt beállnak amögé, ott nem indítanak, ott visszalépnek, ott saját jelöltjük van. Az LMP-nek mi a jövője? Mert az országgyűlési képviselő választás után azért gondolom én nem fürödtek pezsgőben a nagy bulin. Hát meg LP választás után. LP választás után pláne, igen. Én azt gondolom, hogy minden megy tovább a maga útján. Mi tettünk magunk elé egy tükröt, és megvizsgáltuk azt, hogy mit és hol hibáztunk, ugyanakkor persze nem állhat meg az élet, és itt az önkormányzati választás, gyakorlatilag az egész országban a jelöltjeink ott vannak, van, ahol ugye az elhangzottak szerint önállóan indulunk, van, ahol együttműködésben, különböző típusú együttműködésekben, alapvetően azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon dicséretes folyamat, hogy a megyejogú városokban, országszerte, a kerületekben megszülettek ezek a megállapodások, mint ahogy Budapesten is megszülettek ezek a megállapodások, és a 9. kerületben is meg fog születni az a megállapodás, ami alkalmas arra, hogy azokat a városvezetéseket, amik a választók bizalmát nem nyerték el, ahol felháborodás van, ahol azt érzik, hogy a város nem jó irányba megy, ott megtörténjenek a cserék, és azt gondolom, hogy az önkormányzati választáson ezek az együttműködések sikerre vannak ítélve. Szerintem a választók már nem nagyon tudják követni, nem is elvárható természetesen, hogy az egyes fővárosi kerületekben, az egyes városokban, településeken, hol kiindul, nyilvánvalóan senkinek nincs a fejébe. Tud-e nekünk egy adatot mondani, hogy hány településen van kifejezetten LMP-s polgármester jelölt egyébként? Hú, nem. Bevallom, tőle nem készültem egy ilyen kérdésre. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire biztosítja ez, vagy biztosíthatja a párt túlélését, fejlődését a jelenlegi, talán kimondhatjuk, hogy mélypont után. Én azt gondolom, hogy a mélypontnak egy előnye mindig van, hogy csak fölfele van ott. hogy kikényszerít egy szembenézést, egy önkritikát, megvizsgál, tehát hogy egy olyan helyzetet terem, amikor az ember szembenéz önmagával, és nagyon-nagyon keményen megkritizálja saját magát, és ezután azt gondolom, hogy ehhez képest azok a témák, amiket mi vittünk,
többek között az EP választáson, de alapvetően megalakulásunk óta ugye az ökopolitikai célkitűzések, amik nem csak zöld kérdések, de már a zöld kérdések is annyira húsba vágóak, hogy azt gondolom, hogy az általunk képviseltek át fognak segíteni minket ezeken a nehézségeken, és egy gondolatot még hadd mondjak, mert az ökopolitika a zöld témákon túl olyan társadalmi és fenntarthatósági, tehát társadalom fenntarthatósági, gazdasági fenntarthatósági kérdéseket feszeget, és arra kínál megoldást, ami nélkül ma nem lehet tovább menni sem ökológiai, sem gazdasági értelemben. Csak egy igenre vagy egy nemre van időnk. Hadházi Ákos, Szél Bernadett, lesz-e még LMP tag? Valaha az elnöke szeretné őket visszacsábítani, itt mondta ebben a stúdióban. Igen vagy nem? Hogy lesz-e elnöke ehhez? Hogy visszakerül-e a pártba Szél Bernadett vagy Hadházi Ákos? Ez az ő döntésüktől függ. Az övéktől, nem az önökétől. Nem a miénktől. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta.